Büntető feljelentést tesz a civil összefogás az amerikaiak által jelentett korrupciós ügyek miatt. Nem a korrupció zavarja őket, hanem az, hogy az amerikaiak nem tettek feljelentést az ügyben. A magyar jog szerint ugyanis büntetendő, ha valaki tud korrupciós esetről, de nem él feljelentési kötelezettségével. A nekünk nyilatkozó nemzetközi jogász szerint az amerikai diplomaták védett személyek, a feljelentés legfeljebb politikai propagandának jó. Andrej Gutfriend többször is hagyta már el a nagykövetség területét. Vida Ildikóval is a Szabadság téren futottak össze, és ott volt a Netadó elleni tüntetésen is. A CÖF szóvivője, aki egyébként alkotmányjogász, ezt úgy értelmezte, hogy az ügyvivő belépett Magyarország területére, ezért feljelentést kellett volna tennie a korrupciós ügyben. Ha bárki, aki külföldi hivatalos személy, és az Egyesült Államok nagykövetségéről, vagy akár máshonnan ilyen információkkal rendelkezik, és Magyarország területére lép, akkor van feljelentési kötelezettsége. Ha ezt nem teszi meg, ez bűncselekmény. Itt a rácsok mögött az való igaz, hogy ez az amerikai nagykövetségnek a területe, de az teljesen mindegy, hogy Andrej Gutfriend például ebben az épületben kávézik, vagy már az amerikai nagykövetség területén kívül eső Szabadság téren sétálgat, hiszen a nemzetközi jog és a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezmény szerint ugyanaz a jog vonatkozik rá. Vagyis védett személynek minősül kerítésen belül és kívül is. A feljelentésre az ügyvivő Twitter üzenetben reagált az ATV.hu tudósítójának. Azt írta, a bécsi egyezmény mindig hasznos olvasmány. Gutfriend védettségét hangsúlyozta híradónknak Valki László nemzetközi jogász is. Ha Gutfriend Magyarországon jogot sértene, akkor vele szemben büntetőeljárás nem indítható, tanúként nem idézhető be, még kevésbé lehet azt megtenni, hogy beidézzék kihallgatás céljából, és legkevésbé sem lehet vele szemben bármilyen kényszerintézkedést foganatosítani. Van értelme egy ilyen eljárás elindításának? Politikai propaganda értelme van a dolognak, semmi más. A CÖF-nél azt hangsúlyozták, hogy nem Gutfriendet jelentették fel. Arra a kérdésünkre, hogy indirekten mégiscsak Gutfriendre irányul a feljelentés, a következő választ kaptuk. Nyilván ön sem naív, a kérdése mögött is értem a célzást, de hát talán némi büntetőjogi gyakorlattal nem gondolja, hogy majd bele fogok csúszni ebbe a csapdába. A CÖF ma azt is egyértelművé tette, nem lesz békemenet. Az USA politikai kultúrájának jellemzője a fekete-fehér, árnyalatokra nem figyelő, barát-ellenség szemlélet és az időnkénti túl gyors reakció. Vagyis... ha egyes lépéseink nem tetszenek nekik, akkor, mint a régi cowboy filmekben, azonnal előveszik a koltot és tüzelnek. Persze csak szimbolikus értelemben. Szerintük, ha ismét tartanának egy békemenetet, akkor Amerika jelképesen a pisztolyt húzna elő.